Devon River is bent van. Start elöntönyeletnek versenyek első része, és az újonc Telivér az, aki nagyon gyengén kapott lábra, méghozzá Zanetta. Többiek jól jöttek el, azt nézem még, hogy így van. Többiek nagyon jól jöttek el az indítás után. Egyelőre Tetsov Gold az, aki vezet. Devon River ott van mögött a második pozíció. Nagyon jól fut a Slovello egyelőre. Dionis ott erősen pulóz a második helyen. Aztán Laguna zárkozik a harmadik helyre. Mögöttük Clown Steers, és azt nézem meglepetésre, talán Gramina az, aki nagyon-nagyon gyengén megy. Gramina rettenetesen gyengén, ifjabb Kozma Istvánnal. Ő van ott az üldözőknek az élén, de hát egy jó 15-20-szal leszakadva legalább az élmezőntől. Touch of Gold pedig jó iramban vezet Dionis előtt. Touch of Gold, Dionis kettőse az élen. Devon River a harmadik pozícióban, Clown Steers és Laguna a további sorrend. Majd Clairehen következik, mögöttük pedig futótűz, és továbbra sem nagyon tud Gramina zárkódni. Kicsit kölyebb Gramina, de mindig nagyon-nagyon messze van az elejétől. Az élen Touch of Gold. Touch of Gold hozhatja a lovakat majd a célénesbe. Dionis egyelőre rettenetesen jól mozogott van a második helyen, de a harmadik helyen pedig Devon River, aztán majd Laguna és Clown Steers színei tűnnek fel, mikor bent vannak a lovak most már a célénesbe. Jön az utolsó 400 méter. Touch of Gold vezet, Devon River könnyedén zárkozik fel mögé a második helyre. Touch of Gold, Devon River kettőse az élen. Jön a Laguna, Dionis eddig bírta, de így is nagyon-nagyon jól fut, azt gondolom. Clairehen is próbál elindulni, amikor a távoztapon belül vannak lovak. Touch of Gold még mindig vezet. Touch of Goldot megközelíti Devon River, és talán most már meg is tudja előzni. Devon River fölmegy Touch of Gold mellé, és Devon River nyeri a futamot és veszíti el a nyeretlenségét. Devon River az első osztrák győzelem Kerekes Károllyal. Touch of Gold lesz a második, és a harmadik helyre Laguna érkezik messze, és Clairehen a negyedik. Hát Gramina ezúttal sem váltotta meg a világot. Nagyon-nagyon gyengé jött el a startról, és nehezen kapott lábra. Csak jaj, hasonlított itt a színen futótűzre, azt mondom, hogy párszor megnéztem, hogy valóban ő az, aki olyan gyengé jön, és hát futótűz volt ott az élmezőnyben, és ő volt hátul. A másik ilyen fekete vagy kék-narancssárga dressben. De hát a nyerő az egyértelmű volt. Úgy tűnt, hogy könnyebben elmehet majd Devon River a vezető Touch of Gold mellett, aki óriásit fut. Végül azért meg kell lovagolnia a szürkét Kerekes Károlynak. De megvan a győzelem. Touch of Gold jól mozog. Másod Dionis volt nagyon-nagyon szimpatikus. Nagyon sokáig jól tartotta magát, pedig hát kifelé, ahogy Kent nézett, őszintén szóval sok pénzt nem tettem volna rá. És Laguna harmadik. Egyes, hármas, tízes. Devon River, Touch of Gold és Laguna. Itt jön Laguna. Itt jön Clairehen. Dionis, Clown Steers.